A megyei tanács által fenntartott Csíkszeredai megyei sürgősségi kórháznál újra kezdték a műtőblokk kialakítását, ahol modern feltételek között zajlik majd a műtéti tevékenység. Jelenleg 5 műtőben 9 szakák műtéteit kénytelenek elvégezni, az új műtőblokkban pedig 10 műtőhelyiség lesz, és elegendő hely áll majd rendelkezésre a szükséges kiszolgáló helyiségek számára is. Számos mérnöki és szakmai kérdés van, amelyet a különböző például tűzoltósági szabályzatok miatt újra kellett értékelni, és a mostani vírus helyzet miatt is azt látom, hogy a papírozások miatt, amelyek különböző szakemberek el kell végezzenek különböző városokból, akik megnyerték a tervezési pályázatot, húzódnak, de elvileg ebben az évben lezárul ez a folyamat, és akkor fel lehet használni a költségvetési ráfordítás, ami a legfontosabb. Sikerült 2 éven keresztül Bukarestből 6-6-os sok millió lejes támogatást nyújtani a műtőblokk befejezéséhez. Hargita megye tanácsa tavaly elkezdte az 5. ház építését, amely további 4 orvoslakásnak biztosít helyet. A munka megbeszélésen kiderült, hogy a csatornahálózat átköltöztetésére van szükség, amely néhány fa eltávolítását jelenti. Ennek engedélyezési folyamata hosszadalmas, ezért a megyei tanács a hatóságok közreműködését kéri. Borbój Csaba, Hargita megye tanácsának elnöke felhívással fordult a város felé, hogy a megígért területet adják át, vagy ha nem lehet, ezt mondják ki egyértelműen. Ezzel párhuzamosan kérte a lakosságot, hogy a kórház vonzás körében, akinek van eladó területe elérhető áron, azok jelentkezzenek, hiszen 16 orvosnak van szüksége lakásra, akik kórházunkat erősítenék. Hidegségen dolgoznak a munkagépek. Támfalakat, valamint új hidakat építenek az árvízvédelem érdekében. Az egyeztetésen a kivitelező vállalta, hogy behozza a lemaradást. Állításuk szerint a vasbetongyártó cég által voltak akadályoztatva, akik a járvány idején nem dolgoztak. A hidak tekintetében a pótutak nyomvonalát egyeztették, amelyen áthalad majd a forgalom, amíg az új hidak használhatóak lesznek. Azok a beruházások, amelyek évek óta megszavaztuk, és azt hittük, hogy talán semmi sem lesz belőle, de úgy néz ki, hogy most megvalósulnak, és a munkaalatok, amik itt nagyon rendbe teszik, amik folyamán rendbe tevődnek itt a hidak, és átjárható lesz a 127-a megyei út, reméljük, hogy a községünknek a javát fogja szolgálni. Gergely Károly, Gyimes Középlok polgármestere szerint a kijárási tilalom ellenére jól haladtak a munkálattal az elmúlt időszakban. Kultúrházat fejeztünk be, focipályát modernizáltunk, és most már, hogyha végigmegyek a falun, csak akkor tudom, hogy minden patakon valami történik, partvédelem, és nagyon szépen köszönöm még egyszer, és gondolom, hogy sikeres kivitelezés lesz, és a turistáknak ez az összekötő út, ami Gyilkostól fele vezet, ez egy nagyon, nagyon előny a helyi vállalkozóknak, a helyi panzióknak, majd ha elindul az élet, akkor itt megnő a forgalom, és én úgy gondolom, hogy egy nagy előrelépés a községünknek. Egyeztettek a Csibát Oltfaluval összekötő 123F jelzésű megyei út munkálatánál is. A felújítandó szakasz Oltfalu felüli végén kerülő útvonalat kell kijelölni, hogy az új híd építését elkezdhessék. Emellett egy 70 méteres szakaszon a víz alámossa az út alapját, ezért a tervező megoldást kell találjon, hogy az út süllyedését elkerüljék. Nekünk itt az az elképzelésünk a Csík térségben, hogy a városos közeli településeket összekötni, ne csak az európai út mentén, hanem a megyei, illetve a községi alternatív útak mentén is, hisz nagyon fontos, hogy a lakosságnak megteremtsük azokat a feltételeket, hogy mezőgazdasági járművel, akár kis autó vagy kerékpárral ne kelljen mindig a fő forgalmas utakat igénybe vegyük. Nagy öröm számunkra, hogy több évi politikai lobby során sikerült elindítani ennek az útnak a felújítását, és reméljük, hogy az idén évvégére aszfaltos út lesz. Hargita fürdőn a 138A jelzésű megyei úton gondokat okoz a vízbeszivárgás az úttestbe. Jelenleg átereszeket építenek be, hogy megfelelően elvezessék a vizet. Néhány szakaszon a kötőréteg aszfalt burkolatán repedések jelentek meg, tekintve, hogy a munkálatok során az építőterepet megmozgatják, a víz pedig új utat keres magának. Nagyon fontos beruházás, nem csak Hargita fürdőnek vagy nekünk, hanem azt mondhatni az egész turizmusnak és a fejlesztéseknek egyaránt, ami ugye különböző helyzetekből kiindulva
elindult a közbirtokosság, jó volt a Habós a megyei tanács segítségével is egy bizonyos fejlesztés, de várjuk a magyar állam segítségét is ide. Ígéreteink vannak, terveink vannak, viszont egy jó minőségi út nélkül ez lehetetlen lenne, úgyhogy mondjuk azt, hogy turizmus tudunk csinálni télen vagy nyáron. Zajlanak a nyári karbantartási munkálatok is Csíkban. Minden aszfaltozott megyei szakaszon kátyúznak. Elvégezték a rezgősávok felfestését minden település ki- és bejáratánál. Szalagkorlátokat helyeztek ki. Elkezdték az egybefüggő aszfaltréteg leterítését az Akókaputól egészen Ménaságúj faluig. Összesen 8 kilométer hosszan. Régóta várt munkálat kezdődött el Csíkszentgyörgyön, az új aszfaltnak köszönhetően biztonságosabbá teszik a közlekedést. Mi nagyon jól tudjuk, hogy mit jelent egy jó út, hiszen évekkel ezelőtt, vagyis valamikor a 90-es évek elején, a 2000-es évekig olyan úton jártunk, hogy Csíkszeredáig, innen Csíkszentgyörgyről egy órát kellett menni. Tehát, hogyha szembe vessük a jelenlegi állapotot, akkor messze jobb helyzetben vagyunk. Nagy Isten, hogyha befejeződik az új beruházás, akkor azt mondom, hogy szinte egy álomvilág Csíkszentgyörgy község számára ez az út. Hiszen az infrastruktúra fejlesztése, fejlődése nagyban hozzájárul a község lakosságának az életviteléhez, az életminőségéhez. Átadták a terepet a 123-as jelzésű megyei út kivitelezőjének is. A kivitelezés 45 hónapnyi munkálatot jelent. Az út aszfaltozása mellett 37 átereszt építenek az úttestbe, egy hidat felújítanak, a jelenlegi 4 fahid helyett pedig betonhidakat építenek. Az itt lakó emberek azok várják, hogy elkészüljön, ha nem is a teljes útszakasz. Mi nyilván Úzvölgyig vagyunk érdekeltek, de legalább az Egerszéki eltérőig terjedő útszakasz, hiszen a Csinód és Egerszékben levő lakósok életét is nagyban megkönnyíti, és hát nyilvánvaló, hogy mi is érdekeltek vagyunk már, mint Csíkszentmártonban ebben. Az egerszéki eltérőtől Nyámc megye határáig tartó szakasz tervezési fázisban van. Úzvölgyről nagyon sokat beszéltünk, nagyon sokat harcoltunk a múlt évben. Azt gondolom az, hogyha most elindul egy komoly útépítés, és tényleg összekötjük a Csíki medencével, és könnyen megközelíthető lesz, mi jobban meg tudjuk védeni. Nagyon fontos a Hargitafürdői út, a Csibai, a Gyimesi. Azt gondolom, hogy itt Csíkban, ha így haladunk, akkor lassan már nem marad ott, ami nem lesz leaszfaltozva. A következő időszak a gazdaságfejlesztési kihívások időszaka lesz. Hogyan tudnak az emberek megélni, vállalkozások újraindulni, ebben az infrastruktúra nagy szerepet játszik majd. Látva ezeket a beruházásokat, bizakodó vagyok a jövőt tekintve, zárta összefoglalóját Bece István, megyei tanácsos.